szülők és a helyi óvodások közös tánca megalapozta a második alkalommal életre hívott Gyirmóka hangulatát. Ezzel a produkcióval kezdődött a rendezvény szombaton délelőtt a gyirmóti városrészben, a Művelődési Ház udvarán. Szülők, nagyszülők, gyerekek érkeztek a programra, akiket Szabó Jenő köszöntött. A körzet önkormányzati képviselője támogatóként is a rendezvény mellé állt, mert szerinte fontos, hogy jó közösség alakuljon ki Gyirmóton. Azért tartom fontosnak, mert nagyon sokan költöztek be Gyirmótra, nagyon kedvelt hely lett Gyirmót, és ugye sok a kisgyerek, sok az óvodás, itt legalább akkor van alkalom megismerni egymást a szülőknek, mi is meg tudjuk ismerni egymást, mint képviselő az új beköltözötteket, és remek hangulat lesz, úgy érzem, mert nagyon jó kis programokat állítottak össze itt a Művelődési Ház dolgozói vezetői, és itt úgy érzem, hogy minden adott ahhoz, hogy jól érezzék magukat. Az eseményre érkezőket izgalmas programok egész sora várta egész nap. Egy kedves bohóc szinte mindent meghajtogatott a fiataloknak, amit csak kértek. A Művelődési Ház külső peremén pedig hatalmas légvárat állítottak a szervezők. Szóval, amikor én ekkora gyerek voltam, de hogy hívott téged? Semmi, de jó, hogy itt vagy. Van az a híres autóversenyző, tudom. Az a Fettel, nem? Nagyon mindegy. Szóval, amikor ekkora gyerek voltam is, Sebestyén voltam, nem voltam Sebestyén, Sebestyénből csak egy van. Élményszínház elevenedett meg az udvaron, majd zenés, táncos attrakciók, arcfestés, népi játékok is gazdagították a napot, aki pedig megéhezett, finom lángossal csillapíthatta étvágyát. Jó hír, hogy a Művelődési Ház fűtését is korszerűsítették időközben, így télen is folytatódhatnak majd a programok. Nemrég fejeződött be a Művelődési Háznak a felújítása, valamint úgy gondolom, a legfontosabb, hogy tiszta legyen most a városrész, legyen nyírva a fő, legyen takarítva az udvar, karban legyen tartva a játszótér, fölöttek helyezve a napvitorlák, valamint ami most fontos fejlesztés lesz, ugyanis be kellett zárnunk a Művelődési Házat, vagyis nem működött, és temperált fűtés volt csak, és most a támogatásommal sikerül klímát felszerelni a nagyterembe, és akkor így már a téli programok is működhetnek. Tartalmas családi nap volt tehát szombaton, melyekből egyre több lehet a jövőben a városrészben.